Az első kérdésem az lenne, hogy mely események hatására indult meg a demokratikus kontroll kialakulása Magyarországon? Hát a rendszerváltás idején a Magyar Külügyi Intézetben dolgoztam, és akkor még nem a védelmi és a katonai ügyek volt a fő kutatási területem, hanem a nemzetközi biztonság. De azért a katonai ügyekkel is foglalkoztam, például leszereléssel, fegyverzet korlátozási tárgyalásokkal. És akkor úgy éreztem, hogy az első demokratikus választások után, tehát amikor megválasztották az új parlamentet, az új köztársasági elnököt, akkor létrejött az a szervezeti keret, azok a szervezeti feltételek, amelyek lényegében alapját képezik a demokratikus kontrollnak a fegyveres erők felett. Tehát én ezt tekintem az első demokratikus választásokat egy olyan esemény sorozatnak, ami elindította a gondolkodást a fegyveres erők feletti demokratikus civil kontrollról és ellenőrzésről és irányításról. Szeretem egyébként valamennyi fogalmat használni, mert az, hogy demokratikus kontroll vagy civil kontroll nem fejezi ki a teljes lényeget, tehát hogy hogyan kell visszanyúlni a civil politikának a fegyveres erőkhöz. Köszönöm szépen. Ön számára miben nyilvánult meg először a rendszerváltás haderőre való hatása? Hát valószínű, hogy a nemzetközi helyzetnek az értékelése alapján Magyarországon az a döntés született, hogy a rendszerváltás pillanatában meglévő haderő az túlságosan nagy volt, tehát szükség van a haderő csökkentésére. Egyébként ez az egész világon így történt. Volt egy általános optimizmus, hogy a rendszerváltásokkal összefüggésben megváltozott a nemzetközi helyzet, a Varsói szerződés megszűnt, csökkent a ellenségeskedés a nagyhatalmak között, és hát úgy tűnt, hogy ez az általános helyzetértékelés oda vezet, hogy vezetett akkor, hogy a fegyveres erőket csökkentették, így Magyarországon is. Pontos számokat nem tudnék mondani, de úgy tudom, hogy lényegesen csökkent a rendszerváltást követő években a magyar honvédségnek a létszáma. Tehát én ezt tekintem a rendszerváltásra való elsődleges reakciónak. Ez mire befolyásolta az ön munkáját, ez az egész folyamat? Ahogy említettem, én a külügyi intézetben dolgoztam a rendszerváltást megelőző 3 évben, és utána is 3 évig, ahol nemzetközi biztonsággal foglalkoztam, és hát a katonai ügyek is érdekeltek, de az csak periférikusan. És akkor 1993-ban adódott egy lehetőség, hívtak az akkori Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetben, és én úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom ezt a meghívást, és a külügyi intézetből 1993 tavaszán átkerültem a Stratégiai és a Védelmi Kutatóintézetbe, ahol lényegében közelebb kerültem a honvédelemhez és a katonai ügyekhez, és tulajdonképpen attól az időtől kezdve érdekelt aktívabban a védelemnek és a biztonságnak a problémája. Ön hogy látja, milyen tényezők állítottak akadályt a demokratikus kontroll kialakulása elé, milyen kihívásokba ütközött ez az egész folyamat? Hát én a saját történetemet tudom elmondani elsősorban ebben a tekintetben. Még a külügyi intézetben dolgoztam, amikor tulajdonképpen már a rendszerváltás előtt, tehát a 80-as évek utolsó 2 évében nagyon sok meghívást kaptunk nemzetközi konferenciákra. Többek között a NATO által szervezett nemzetközi konferenciákra is. És valamikor 1990 őszén, tehát a választások után ismerkedtem meg Oszlóban az akkori NATO Manfred Wörner főtitkárnak az egyik tanácsadójával, Christopher Donnellyvel, akivel nagyon sokat beszélgettünk,
és felvetette azt a gondolatot, hogy hát ha Magyarország készül a NATO-tagságra, akkor kihasználhatnánk mi is azt a lehetőséget, hogy lehet látogató csoportokat szervezni Brüsszelben a NATO központban. Ez a NATO tagállamok gyakorlatában már régóta egy elfogadott megoldás volt. Diákcsoportok, újságírók, diplomaták, különböző csoportok látogatták meg ott 2-3 napra a NATO-t, előadásokat hallgattak. Ez lényegében egy ilyen public relation megoldás volt a NATO részéről, és tulajdonképpen az ő hatására szerveztem 91 májusában, ha jól emlékszem, az első magyar csoportot, amelyik meglátogatta a NATO-t. Diplomaták vettek benne részt, újságírók, külügyi szakértők, biztonságpolitikai szakértők. A NATO fizette az összes költségeket, a szálloda költséget, az utazási költséget, és lényegében 2 napon keresztül előadásokat hallgattunk, és többek között ott merült fel a civil-katonai kapcsolatoknak a problémája, emlékezetem szerint, és attól a látogatástól kezdve kezdett érdekelni a civil kontroll, tehát a fegyveres erők felett gyakorolt civil kontroll, irányítás és ellenőrzés. Mit gondol, milyen szerepet játszott a civil kontroll addigra kialakult rendszere az úgynevezett taxis sztrájk kezelésében? Hát erről nem tudok sokat. A külügyi intézet munkatársa voltam abban az időben. A sajtóból értesültünk lényegében az eseményekről. Én úgy tudom, hogy az a tény, ahogy már a korábbiakban is említettem, hogy az első demokratikus választások után ugye létrejött egy új kormány, új köztársasági elnöke volt Magyarországnak, tehát demokratikusan választott politikusok döntöttek arról, hogy hogyan kezeljék a taxis sztrájkot, és én abban az időben úgy hallottam, nem tudom, hogy ez így volt-e, hogy Göncz Árpád köztársasági elnöknek volt határozottan az a véleménye, hogy nem szabad fegyveres erőt alkalmazni a sztrájkolók ellen. Azt nem tudom, hogy a védelmi szektorban dolgozó, mondjuk a vezérkari főnök hogy gondolkodott a témában, de hát minden bizonnyal engedelmeskedett az akkori főparancsnoknak, és ez így történt, hogy nem történt erőszak alkalmazása. Értem. Most ez az átalakulás lezárult-e? Milyen jelenlegi nehézségei vannak? Milyen irányba tart, vagy tarthat? És esetleg milyen további átalakulásokra lehet számítani? Vagy milyen irányba mehet tényleg ez az egész? Hát jelentően egy kicsit visszamennék ebben a témában, mert a jelen átalakulásról kevesebbet tudok, de abból az időből, amikor a Honvédelmi Minisztériumban dolgoztam, ha visszaemlékszem az akkori problémákra, akkor azt tudom elmondani, hogy 95-től 97-ig dolgoztam ott elemzőként. Engem mindig a nemzetközi helyzet érdekelte, a nemzetközi biztonság, külpolitika, és ott az volt az érzésem, hogy a nemzetközi kapcsolatokban, illetve ezt a következtetést mondtam le a tanulmányaimból, hogy a nemzetközi kapcsolatokban az erőszak alkalmazásának a lehetősége az mindig benne van. Az, hogy alkalmaznak erőszakot az államok, az mindig azon múlik, hogy hogyan értékelik főleg a nagyhatalmak az adott helyzetet, és hát az látható volt, hogy egyre inkább az a nézet kerül előtérbe, hogy lehetőleg tárgyalásokkal, diplomáciai megoldásokkal kell a válsághelyzeteket megoldani, és tartózkodni kell a katonai erőnek az alkalmazásától. Tehát a hadseregekben fontossá vált az a probléma, hogy többet tudjanak, jobban értsék a nemzetközi helyzet, nemzetközi biztonsági helyzet alakulását. És amikor a Honvédelmi Minisztériumba kerültem, és ott civilként a katona kollégákkal folytattunk beszélgetéseket, az volt a véleményem, hogy ez a gondolat még nem jött át teljes egészében
90-es évek közepéről beszélek. Nem jött át az akkori honvédségben, és a nagyon sokan, akik annak idején mondjuk Moszkvába tanultak, főleg vezérkari akadémián, a szovjet értelmezés szerinti katonai doktrínát alkalmazták, aminek az volt a lényege, hogy két része van, az egyik része a katonai technikai rész, ami a fegyveres harcnak a megvívására vonatkozik, a másik része pedig a pártnak, a kommunista pártoknak a különböző dokumentumaikból kiolvasható helyzetértékelés, ami a nemzetközi kapcsolatokra vonatkozik. Na most a NATO-ban pedig egyre inkább az volt az érzésük, hogy a katonai doktrínát nem így értelmezik a NATO tagállamokban. A katonai doktrína az nem annyira átfogó koncepció, mint ahogy a szovjet rendszerben azt értelmezték, hanem a legátfogóbb a nemzeti biztonsági stratégia, ami a kormányoknak a nézetrendszerét és célrendszerét tartalmazza a nemzetközi helyzetről és az arra való reagálásról. Ez alatt van, ez határozza meg a katonai stratégiát, a nemzeti katonai stratégiát, ami arra vonatkozik, hogy az általános biztonságpolitikai célok elérésében milyen szerepe van a hadseregnek, főleg akkor, hogyha mondjuk a konfliktus odáig fajul, hogy fegyveres erő alkalmazására kerül sor. És végül a legalsó szintű konkrét koncepció az a katonai doktrína, ami a fegyveres harc megvívásának a feltételeit tartalmazza, tehát a harci eljárások, illetve különböző standardek a fegyveres erőkkel kapcsolatban. Na most visszaemlékszem, egy 1996. novemberében Albániában, Tiranában tartott NATO konferenciára, ahova bennünket, magyarokat, mint a partnerségi programnak a résztvevőit, vagy tagjait meghívtak, és ott az volt az elsődleges célja a NATO tagállamoknak, hogy a partnereknek elmagyarázzák, hogy hogyan kell megváltoztatni a felfogást a biztonságról, tehát hogyan kell áttérni az akkor még elfogadott szovjet doktrináról a NATO-ban alkalmazott biztonsági koncepciókra. Erről írtam egy tanulmányt, mikor hazajöttem, volt egy konferencia 1997. februárjában, és ott többen elmondtuk a véleményünket, hogy a NATO-ban milyen biztonságpolitikai koncepciók vannak, és ha mi NATO tagságra készülünk, akkor hogyan kellene ezt megváltoztatni. És hát talán ezt tartom a legnagyobb sikerélménynek a védelmi szektorban a karrierem során, hogy az általam előadott előadás után Vég Ferenc, az akkori vezérkari főnök azt úgy zárta le a konferenciát, hogy akkor gondolkodjunk el azon, hogy tényleg vegyük át a NATO-ban alkalmazott koncepciót. És hát ez aztán azóta is sikerült. Na most, ami még hiányzik, az, hogy legyen elég civil a védelmi rendszerben, akiknek az a fő feladata, hogy értelmezzék a nemzetközi rendszert, tanulmányozzák a nemzetközi rendszert, és megismerjék a lehetséges, potenciális ellenfeleknek a szándékait. Tehát hangsúlyoznám, hogy a szándékok megismerése nagyon fontos a biztonságpolitika szempontjából. A katonai elemnek a feladata a védelmi szektorban pedig az, hogy a helyzetre és a különböző szándékokra történő válaszként, ha szükséges, akkor dolgozza ki a katonai megoldást. Tehát legyen egy fegyveres erő, amely abban az esetben alkalmazható, hogyha az ellenséges szándékok valóban megvalósulnak. Tehát ez a kétféle megközelítés elengedhetetlen mindenféle védelmi rendszerben. Ellenséges szándékok
tanulmányozása és megértése, és a saját katonai képességeknek a kialakítása, hogy tudjunk válaszolni ezekre. Nem tudom, hogy ez a magyar védelmi rendszerben teljesen megvalósult-e. Amikor mi elkezdtük a biztonság és a védelempolitikai szakot a Nemzetvédelmi Egyetemen, akkor ez volt a kifejezett szándékunk, hogy olyan civil biztonsági politikai szakértőket képezzünk, akik a katonák partnerei lesznek ennek a komplex problémának a megértésében és kezelésében. Na most abban nem vagyok biztos, hogy ez elindult, és örömmel lehet konstatálni, hogy a Honvédelmi Minisztérium állományában vannak már volt hallgatóink, akik úgy tűnik, hogy ezeket a feladatokat ellátják, de nem vagyok biztos teljesen abban, hogy ez a rendszer teljesen kialakult, és hogy hol áll ennek a fejlődése jelenleg. Köszönöm szépen. A jelenlegi parancsnoki struktúra átalakítására mi a véleménye, mint gondol? Hát az az igazság, hogy keveset tudok róla. Ugyancsak, ha visszaemlékszem a régebbi emlékeimre, akkor ugye a NATO-ban az egy nagyon erőteljes vélemény és nagyon erőteljes üzenet volt, hogy a NATO tagállamok védelmi rendszerében a vezérkari főnök az a honvédelmi miniszternek az első számú biztonságpolitikai és védelmi tanácsadója. Most úgy tudom, hogy a vezérkari főnök funkciója megszűnt, és a Magyar Honvédség parancsnoksága van. A parancsnokság a nyugati rendszerekben az arra való, vagy az a feladata, hogy konkrét háborús helyzetben katonai operációkat szervezzen és irányítson. Nem vagyok benne biztos, hogy az a funkció, ami nagyon fontos a civil katonai kapcsolatok szempontjából, tehát ez a transfer funkció a katonai erő és a politikai döntéshozatal között, amit a vezérkari főnökök töltenek be, katona szempontból tanácsot adnak a kormánynak, hogy ez hogy működik. Ez egy kérdés az én számomra. Lenne még valami, amit szeretne megosztani velünk hozzáfűzni a témához? Igen, még egy dolog van, ami azóta foglalkoztat engem, mióta dolgoztam a Honvédelmi Minisztériumban. Ott azt tapasztaltam, hogy a civil, ugye, polgári alkalmazottaknak nevezik, gondolom még most is a Honvédelmi Minisztériumban azokat, akik nem egyenruhás katonák. Kevesebb volt a fizetése, más megítélés alá estek akkor, és úgy tudom, hogy még most is így van. Különböző NATO tanácskozásokon viszont azt hallottuk, hogy a védelmi szektorban az azonos funkciót ellátó katonák, tehát egyenruhás katonák és civilek között egyenlőség van. Tehát nincs különbségtétel a fizetésben és az elbánásban. Azt tudom konkrétan, hogy jelenleg a Nemzetvédelmi Egyetemen ugyanazon a tanszéken ugyanolyan oktató munkát végző civilnek a fizetése kevesebb, mint a katonai egyenruhás katonának a fizetése. Holott ugyanazt a munkát végzi. Na most ez szerintem ez egy nem jó megoldás a védelmi rendszerben. Tehát ha egy katona és egy civil ugyanazt a munkát végzi, akkor ugyanaz az elbánásban kéne részesíteni. Az más dolog, hogyha egy katona békefenntartó vagy harcol fegyverrel a kezében, az egy különleges elbánást igényel, de ha egy adminisztratív szervezetben ugyanazt a munkát végzi a civil és a katona, szerintem nem kéne különbséget tenni. Most ez oda vezet, hogy például akiket mi annak idején civil szakértőként oktattunk a Nemzetvédelmi Egyetemen, azok a nagyobb fizetés reményében hát hivatásos katonákká váltak, hogy többet keressenek, de ugyanazt a munkát végzik, mint a nem egyenruhás katona. Szerintem ezen még kéne változtatni.